Most egy részletes feladatleírás alapján fogunk egy bemutatót elkészíteni. Az ilyen feladatleírások esetén arra kell figyelni, hogy érdemes mondatról mondatra, pontról pontra sorban haladni, azért, hogy pontosan ugyanarra az eredményre jussunk, mint amit a feladat elvár. Egyébként ez a csomagátvételi feladat, ez egy érettségi feladat, egy középszintű érettséginek a vizsgafeladata alapján készült, de semmi olyan tudás nincsen benne, amit általános iskolában ne lehetne egy hatodikos diáknak tudni. Ezt fogjuk most végigcsinálni. A feladathoz szükséges segédfájlok a Classroom-ba föl lettek töltve. Ezeket le lehet tölteni egyenként, tehát hogyha rákattintok az egyikre, és utána a letöltés gombra kattintok, akkor lejön. Vagy pedig azt is meg lehet csinálni, hogy az egész mappát egyszerre töltöm le, és ebben az esetben egy csomagolt zip fájl fog letöltődni, és ezt a zip fájlt ki tudom csomagolni a kibontás, tömörített mappák eszközei az összes kibontása parancsal, ahova szeretném, és akkor innentől kezdve hozzáférek a fájlokhoz. Tehát több módszer is van ezeknek a fájloknak a letöltésére. A feladat végrehajtásához most elkezdek egy új bemutatót. Első lépésként érdemes mindig elmenteni a feladat leírás alapján megadott fájlnévvel a fájlunkat, úgyhogy én most ezt el fogom menteni, hát lehet például a letöltések vagy az asztal mappába, teljesen mindegy, hogy hova. A fájlnévnek a saját nevemet kell megadni, aláhúzás karakterekkel elválasztva, és a csomag szót a végére írva. A PPTX kiterjesztést nem kell hozzátenni, azt ő úgyis automatikusan hozzá fogja tenni. Ezzel biztosítottam azt, hogy egyrészt automatikus mentések történjenek, másrészt egyszerűen bármikor egy Ctrl-S segítségével tudok egy azonnali mentést a fájlon elvégezni. 6 diából fog állni, nem szükséges ez a kezdő címdia, úgyhogy én ezt most innét le is törlöm, és létre fogok hozni egy üres diát, hogy el tudjam készíteni a bemutató, illetve a leírás alapján. Vannak egységes beállítások, amik minden diára vonatkoznak. Ilyen beállítás például, hogy a diák háttere maradjon fehér, ezt nem lesz nehéz megcsinálni, és a felső szélén egy 2 cm magas 205-205-205-ös RGB kódú szürke csík jelenjen meg a teljes dia szélességében. Hát a szürke csíkot elkészíteni ez nem lesz nehéz, hiszen egy téglalap alakzatot ide odarakunk. Jobb egérgombbal kattintunk rá, és az a méret és pozíció fülön megadható, hogy a magassága 2 cm legyen. Viszont itt a színbeállításoknál egy érdekességgel találkozunk. Tehát RGB 205-205-205. Ugye azt tudjuk, hogy a számítógép a színeket 3 különböző színnek a keverékéből állítja össze. Ez a 3 szín a vörös, a zöld és a kék, RGB, red, green és blue. Ezeknek az értékeit kell 0 és 255 között megadni, és így fog kijönni az, hogy milyen színű kitöltést is akarunk erre a téglalapra beállítani. Az alakzat beállításainál, a kitöltésnél egyszínű kitöltést választunk, és a szín beállításnál létezik egy ilyen lehetőség, hogy további színek, és itt láthatjuk a vörös, zöld és kék színeknek a kódját. Megadhatjuk, itt adhatjuk meg, 205, 205, itt jelezte is, hogy túlságosan nagy számot írtam be, véletlenül, és itt is 205, oké, és ez egy szürke szín, körvonal pedig nem szükséges ehhez. Tehát ezzel készen is vagyunk. A diákon egységesen Arial betűtípust, félkövér betűstílust és megint egy RGB kóddal megadott sötétkék betűszint kell alkalmazni. Tehát ide fogok tenni egy szövegdobozt, most egyelőre csak beleírom, hogy szöveg.
A betűtípusa Arial. Félkövér legyen. És RGB 0590. Tehát itt ezt fogom. Itt a betűszíneknél további színek. Egyéni 0, 50 és 90-es kóddal megadom ezt a sötétkék színű szöveget. A szöveg 36 pontos betűméretű legyen, ahol a feladat mást nem kér, tehát akkor beállítom, hogy 36 pontos, aztán majd meglátjuk. Tehát van egy szövegdobozom, ami olyan színűre van beállítva, amilyenre kell. A leírás szerint a diák objektumai a minta szerinti elrendezésben jelenjenek meg, tehát itt a minta az itt látható, hogy kétharmad jobb oldalt legyen szöveg, és egyharmad pedig ilyen képekkel legyen ellátva. Ezen kívül a második diától kezdődően a jobb oldali szövegterület legyen a szélesebb. Ennek a helyét úgy kell változtatni, hogy a szövegek ne lógjanak le a diákról, és ne érjenek más objektumokhoz, illetve a diákon ne legyen felsorolás. A diák szövegét a mellékelt csomag4.txt fájlból fogjuk tudni kiszedni, tehát gépelnünk sem kell. Az első dián ez a csomag átvétel automatából felirat lesz, úgyhogy egyszerűen csak fogom magam, és ide az első diára ezt beillesztem, és megpróbálom a leírás alapján 66 pontos betűméretűre átalakítani. Lehet kétsoros is, meg egysoros is, attól függ, hogy nekünk mi tetszik. Hát szerintem inkább legyen kétsoros, és ebben az esetben viszont középre igazított, a segédvonal segít pont középre tenni. Az első diára be kell szúrni a kép.jpg képet, beszúrás, képek, erről az eszközről kikeressük. És itt van a kép.jpg, beszúrom, és a leírás szerint változtassuk meg a méretét 7 cm-es magasságúra, és igazítsuk függőlegesen a dia aljára, vízszintesen középre. Most ennek a képnek a beállítása, méret beállítása az szintén itt a formázás menüben állítható, de ha ez nem lenne ott, akkor a képen jobb kattintás, és méret és pozíció, és beállítjuk a leírás szerint a magasságát 7 cm-esre, és a segédvonalak segítségével pedig beállítjuk alulra és középre. Az első diánk készen is van. Itt aztán jön az, hogy a második diától a hatodik diáig a baloldali területre a minta szerint gépeljük be a számokat. Ugye itt van a minta, itt vannak a számok, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. És a számok karaktermérete 80 pontos legyen, és van egy színkód megint csak megadva. Ahhoz, hogy a már beállított dolgok megőrződjenek, egyszerűen itt az oldalsó listában rákattintok a diaképre, és Ctrl-D-vel készítek egy másolatot belőle. A szövegdobozom a leírás szerint 36 pontos, erre a képre itt nincsen szükség, egy új szövegdobozt pedig beszúrok, amelyikbe beleírok egy egyes számot, ennek is beállítom a betű típusát Arialra, a leírás szerint a karakterméret 80-as, ugye félkövér volt mindenhova meghatározva, és karakter színnek pedig egy új egyéni színt beállítunk, ez pedig a 90, 170, 140-es. Szín. Ezt ide szépen elhelyezzük, körülbelül ide, és ezek alá fognak kerülni a képek. A szövegben itt megkeressük a fájlból a második dia szövegét, Ctrl-C, ide beillesztem ennek a helyére Ctrl-V-vel, balra igazítom, mint ahogy a mintában van, és a feladat leírásban az szerepel,
hogy a csomagautomata szót ragozott változatával együtt mindig pirosra kell állítani. Tehát körülbelül így fog kinézni az első diánk, illetve még hiányzik róla egy kép, a teherautó.png. Ezt letöltöttük, tehát erről az eszközről szépen betöltjük a teherautó.png-t, elhelyezzük szépen arányosan a diára, középre igazítjuk egymáshoz, és ennek a diának, vagy ennek a képnek a szélességét, azt pedig 7 centisre kell állítani a feladatleírás szerint. 7 centis, középre igazítva, elhelyezve az első diánk, illetve most már a második diánk készen is van. Erről most készítek egy duplikációt, tehát egy kettes számot. Rögtön a második dián átírom itt az egyest kettesre, a teherautó onnét el fog tűnni, és a harmadik dia szövegét rögtön beillesztem ide, és a csomagautomata szót pedig átállítom pirosra. A második dián, illetve a harmadik dián egy buborék alakzat következik ide a kettes szám alá. Ezt az alakzatok között fogom megtalálni. Itt van legalul, az ábra feliratoknál a buborék. És az alakzat oldalhossza 5 centis legyen. Tehát megint csak beállítások, oldalhossz 5 cm, olyan magasra teszem, hogy kör alakú legyen, és van ez a sárga kis kör, ezzel pont meg lehet fogni az alakzatnak a csücskét, és így a megfelelő minta szerint beállítani. Ennek a színe ugyanaz a szín legyen, mint a kettes számnak a színe. Ez nem nehéz, mert itt van az alakzatszín kitöltés, és hogyha itt a színek között kattintunk, akkor mutatja nekünk a legutóbb használt színeket, és a legutóbb használt színek között ott van nekünk ez a pávakék szín, a körvonal az meg nem kell. Ezen kívül bele kell írnunk egy 80 pontos betűméretű nagy fehér A betűt. Ez annyira egyszerű, hogy ha ki van jelölve egy alakzat, ugye azt már tanultuk, hogyha egy betűt beleírunk, az rögtön bele is kerül, mert úgy viselkednek az alakzatok, mint a szövegdobozok. És egyszerűen csak be kell állítani 80 pontosra, ezzel is készen vagyunk. Megint itt a baloldali listában kattintok a dián, és duplikálom a 3-as számú, és egyébként 4. dia következik, aminek a szövegét megint beillesztem ide a szövegdobozba. A függőleges igazítást azt érdemes elvégezni. Pirosra állítom. Letörlöm ezt az alakzatot, és ide egy mobil.png képet kell beszúrni. Tehát beszúrás, képek, ez az eszköz, és itt van ez a mobil.png. Igen ám, de a feladat leírás szerint minden egyes alakzatnak ezt a pávakék vagy zöld színt kellene fölvenni. Most láthatóan ez a mobil.png, ez nem olyan színű, ezért először egy kis átalakításra lesz szükségünk. Az átalakítást a Paint program segítségével fogjuk végezni. Ez a Windows beépített képkezelője, nagyon egyszerű, de nekünk most ez így pont elég lesz. Megnyitás, és ezt a mobil.png fájlt megnyitom. A színek között szerkeztem a megfelelő színkódra, tehát a vörös, zöld, kékbe beállítom, hogy 90, 170 és 140 lesz az új színem. Ezt hozzáadom az egyéni színekhez, itt szerepel, és most a festékes vödörrel már csak ki kell töltenem a mobiltelefonnak a feketéjét, és a mentés parancsra kattintunk. Ezzel fölülírjuk az eredeti képet, de azt is lehet, hogy mentés másként, és akkor más néven mentjük el. Nézzük meg, hogy sikeres volt-e az átalakítás. Képek beszúrása, és már is zöld, tehát a beszúrásra kattintok, elhelyeződött itt a dokumentumunkban, illetve a prezentációnkban ez a kép. A feladat leírás szerint 7 centi magasnak kell lenni ennek a képnek, tehát itt most a magasságát kell 7 centisre állítani.
És lesz még egy fontos dolog, hogy egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feliratnak kell itt elférni a belsejében. Ehhez egy új szövegdobozt nyitok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Persze ügyesen, hogy ne legyenek más számok. Mindenre Arialt kell, ahova nincsen más természetesen. Ennek a betűnek a színe ugyanaz a kék, mint minden másé. Megpróbáljuk ide beletenni, látszik hozzáér a széléhez, úgyhogy még egy kicsit csökkentjük a betű méretet, de nem nagyon kicsire, és ide elhelyezve ez így már tökéletes is. A következő dia elkészítéséhez megint kattintunk, dia duplikálása vagy Ctrl-D, átírom a sorszámot 4-esre, a szövegfájlból kikeresem az 5-ös diának a szövegét, Ctrl-C, ide berakom, és Ctrl-V, a csomagautomata szót kijelölöm, és pirosra állítom. Leszedem innét ezt a mobiltelefont, és a billentyűzet.png képet kell beszúrni. Tehát itt következik a billentyűzet.png, amelyiknek a leírás szerint 7 cm-es magasságot kell adni. Megint beállítjuk a 7 cm-es magasságot, szépen középre igazítjuk, ott van a segédvonal. Ez is készen van. És már csak egy dia van hátra, megint duplikálom. Ez lesz az 5-ös sorszámú. Ez már nem kell, hanem innét fogjuk kivenni az utolsó diának a szövegét. Az 5-ös sorszámhoz Ctrl-V, a csomagautomata szót átállítjuk pirosra, a billentyűzetet leszedem onnét, és egy bankkártyát kell ide rajzolni, méghozzá az alakzatok közül a lekerekített téglalappal. Rajzolok egy ilyen bankkártya oldalarányú kis téglalapot, a méretét a leírás szerint, tehát a szélességét beállítom 7 centisre, és akkor a magasságát egy kicsit visszább veszük, hogy tényleg bankkártya formátum legyen. A vonal vastagsága az 7 pontos legyen, tehát a körvonal vastagsága, azt itt a beállításoknál tudjuk, kitöltése nem lesz szükség, a vonal vastagság az 7 pont szélességű, és a vonalnak a színe az pedig a pávakék szín, és a sima téglalap rajzolóval kell bele egy ilyen mágnes csík imitációt rajzolni, aminek a kitöltése megint csak ugyanaz a szín, a körvonala pedig nincsen. Ez is készen van. Tulajdonképpen már majdnem készen van az egész feladat, most már csak egy egységes, vízszintes dia átmenet, áttűnésre van szükség. Az áttűnés az hasonlít az animációhoz, de nem az egyes dia elemek fognak időzítve megjelenni, hanem az egész dia képkocka. Tehát a vetítés kori animációt fogjuk beállítani most ezzel az utolsó lépéssel. Gyakorlatilag itt az animációk közül, bocsánat, az áttűnések közül kiválasztjuk a vízszintes elhúzást, vagy valami hasonló vízszintes megjelenési animációt, lehet akár ez a törlés is, de tulajdonképpen teljesen mindegy, csak az a lényeg, hogy valami vízszintes megjelenést válasszunk. Ezt kiválasztottuk, itt megjelenik a kis csillag, ami azt jelenti, hogy ő neki már van animációja, de ne, tehát ő ne kattintásra továbbítódjon, hanem automatikusan 3 másodperc múlva. Tehát itt most nem a kattintás fogja továbbítani a következő diát, hanem 3 másodperces késleltetés. És még van egy fontos dolog, ha nincs kedvünk minden egyes dián ezt külön-külön beállítani, akkor egyszerűen csak a mindegyikre gombot válasszuk, és az oda fogja tenni az összes diára, már hogyha kiválasztjuk ezt az elhúzás effektet, és akkor itt lesz az összes előtt a csillag. Nézzük meg, hogy ez tényleg működik-e. Levetítjük, és akkor 3 másodpercenként kell továbbítódni, és ez meg is történik mindenféle kattintás nélkül. Látható, hogy nagyon egyszerű ez a feladat.
Igazából a nehézség az abban rejlik, hogy ezeket be kell gyakorolni. Sokszor kell ezeket megcsinálni egymás után, és akkor pillanatok alatt, néhány perc alatt össze lehet rakni egy ilyen nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon látványos animációt. Jó munkát kívánok hozzá!